A Tamási 2009 FC U13-as csapata a Tolnamegyei Bajnokság soron következő fordulóját Zomba csapata ellen játszotta hazai pályán. A helyiek elhivatottan készülnek minden egyes mérkőzésre, hangsúlyozta a edzőjük. Heti 3 edzéssel készülünk a srácokkal. Ugye, hát vegyesen vagyunk U13, U14, 2010 és 2008 született srácok vannak így együtt. Igazából szinte csak labdás edzésekből, csak labdás feladatból áll az összes edzés, ami úgy gondolom, hogy szükséges ahhoz, hogy ilyen szinten tudjunk játszani. A mai világban már bárhonnan kikerülhetnek akár alacsonyabb szintekről gyerekek felsőbb osztályokba. Az utánpótlás nevelést kiemelt helyen kezeli a Tamási 2009 FC futballcsapata. Hogy elég sok gyerek van, és az mérkőzésre párhuzamosan ugye zajlik itt az edzés, és ott is láthatjátok, hogy elég sok gyerek van, úgyhogy én úgy gondolom a létszámban nincsen hiány, illetve azt mondom, hogy a tehetségekben is elég jól állunk, sok tehetséges gyerkőc van. A jelenlegi felnőtt csapatban a Flash Milan, Szabó Bálint olyan játékosok, akik 2-3 évvel ezelőtt még nálam az U14-ben játszottak, és ma már bemutatkoztak a Tamási első csapatában is, és például Milán az rendszeresen játszott a Tamási második számú csapatában is. Úgyhogy én úgy gondolom abszolút működik ez a dolog, illetve a cél az is nyilván, hogy a helyi fiatalokat beépítsük a felnőtt csapatba, hogy ez nem azt jelenti, hogy most minden áron meg kell tartani, mert nyilván aki olyan tehetséges, vagy akinek olyan lehetőség adatik, az természetesen örülünk annak, hogy esetleg magasabb osztályban, magasabb szinten is kipróbálja magát. Sok mérkőzést játszunk magasabb szinten játszó csapatok ellen, Kaposvárral van kapcsolatunk, játszottunk itt többször már a Videótonnal, a Dortmundnak a magyarországi partner csapatával, az Újpesttel, úgyhogy a kapcsolatok megvannak, és ezáltal igazából most azt mondhatom, hogy bárkinek el tudunk egyet intézni, hogy akár egy tesztedzésen, próbaedzésen megmérettesse magát bármelyik csapatnál. Elégedett vagyok, de azért még van hova én úgy gondolom fejlődni. Bár az nagyon tetszik, illetve arra büszke vagyok, hogy például akár itt a Tolnamegyei Bajnokság, vagy akár Somogymegyei Bajnokságban is én úgy gondolom a többi csapat kicsit szerényebb képességű, és minden meccsre ki tudtunk úgy menni, hogy teljesen feltüzelve és maximálisan beleadva minden, nem félváról véve a mérkőzéseket. Ennek nagyon örülök, hogy minden mérkőzésen tényleg a gyerekek oda tették magukat, és ennek úgy gondolom meg is van az eredménye. A fiúk örömmel járnak ki az edzésekre, és nem keresik a kibúvót, mivel fontosnak tartják a mozgást és a csapatszellem erősítését is, mondta a csapatkapitány. Szerintem nagyon jó játék, mert mozogni lehet, legalább egy kikapcsolódás. Szeretem rugni a labdát, meg nem tudom, élvezem. Szerintem nagyon jók vagyunk, mert minden edzésen itt van a csapat, és minden edzésen összejátszunk. A Zomba ellen vívott meccset magas fölénnyel nyerte Tamási 2009 FC U13-as csapata, akik kihasználták az adódó helyzeteket, tudtuk meg a tamásiak középpályásától. Szerintem egyértelmű volt a győzelmünk, végig domináltunk, úgyhogy megérdemeltük a győzelmet. Magasan vezetünk, de szorongattak már meg. A Tamási 2009 FC U13-as csapata vezeti a bajnokságot 9 győzelemmel és 1 döntetlennel.